az elektronikus naplóban állunk az iskolai honlapról közvetlenül lehet belépni, nyilván innen érik el szülők, diákok, kollégák ezt az elektronikus naplót. Ugye, hogyha tanárként nézem, akkor nyilván meg tudjuk azt tenni, hogy az adott tanórákat tudja az ember benne kezelni, azaz be tudom írni azt, hogy azon az adott tanórán éppen ilyen tananyagot tanítottam. Be lehet írni a hiányzókat. Nyilván, hogyha én itt a hiányzókat rögzítem, akkor ezeket a hiányzókat aztán a hiányzásokat otthon a szülők is látják, illetve ami nyilván egy előnyös az eddigi papíralapú naplóval szemben, hogy ha ide a tanítási óra anyagát is rögzítjük, illetve fölteszünk különböző fájlokat, amiket meg kívánunk osztani a diákokkal, akkor ezeket a diákok is láthatják, tehát lényegében több információhoz jutnak, mint ahogy eddig jutottak hozzá a diákok, meg hát gyorsabb is az információ áramlás. És a szülők is, tehát mondjuk tudják kísérni az osztályzatokat? Így van, a szülők tudják az osztályzatokat kísérni, figyelemmel kísérni. Tulajdonképpen az egész haladást kísérni, tehát tudják követni. Tehát, hogyha én itt most megnézem azt, hogy ebben a hónapban milyen tananyagokat tartottam, akkor ugyanezt a szülők is meg tudják nézni, tehát látják, hogyha esetleg a gyerek hiányzott, vagy a diák, hogyha megnézi, hogyha ő hiányzott, akkor meg tudja nézni, mi az, amit esetleg pótolni kell. Ehhez raktunk-e föl valamilyen digitális tananyagot, amit közvetlenül is el lehet érni. Tehát ez biztos, hogy egy előnye ennek a naplónak. Nálunk egyelőre ez persze most még kipróbálás alatt van, tehát párhuzamosan használjuk a papír alapú naplóval, de szeptembertől mindenképpen szeretnénk átállni csak a digitális naplóra.